Pici óvodásoktól kezdve az idősebb korosztályig 30-40 ember öltötte magára őseik színpompás viseletét. Homokmégyen már több mint 100 éves hagyománya van a születi felvonulásnak. Nyilván voltak évek, amikor ez valamilyen okból kimaradhatott. Mi az utóbbi időben mindig törekszünk rá, hogy megtartsuk ezt a hagyományt, úgyhogy idén is úgy döntöttünk, hogy születi felvonulást tartunk. Viszont egy kicsit kellett, hogy engedjünk a hagyományból, nem hívtunk idén lovasokat, hanem gyalogosan szerettük volna megoldani most ebben az évben a felvonást. Egyetlen lovaskocsink volt, akik a zenészeket, Markó Gabiékat vitték. A kezdéskor közel 100-an gyűltek össze a templomnál. Több éve innen indul már a születi felvonulás. Ez egy bevett szokás volt, hogy a születi felvonulás azzal kezdődött, hogy a templom előtt az atya, a plébános úr az összegyűlt terményeket megáldotta, illetve hát az egész éves terményért, termésért hálaadást, köszönetet mondunk ilyenkor az atyának, és ezzel indítottuk mi is igen a felvonulásunkat, viszont újra visszavezettük mi is ezt a bíróné kikérést, hogy először az történt, hogy néhányan táncosok, illetve érdeklődők lesétáltunk a bíróné házához, a kis bíró segítségével és a zenekar segítségével kikértük, együtt visszavonultunk a templomhoz, és akkor kezdődhetett a terményhálaadás. A templomnál a bíró családja, majd a következő megállónál ifjabb Karcsák László és családja, illetve szomszédok összefogásával vendégelték meg a táncosokat, zenészeket. Lent az égen a Kárpi családnak a sajtőzemében is megálltunk, ők is ott a környékbeliek fogtak össze és kínáltak bennünket minden jóval, és most volt egy plusz megállónk is, visszafele még a Székeskocs mellett is megkínáltak bennünket egy kis frissítővel. A születi bált a művelődési házban tartották.